Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója október 18-án csütörtökön. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Állásbörze. Mintegy 2000 érdeklődő vett részt a fórumon, csak nem 40 kanizsai és környékbeli cég, több mint 100 munkaköre várta őket. Színdarab és egy csészetea. Tegnap és ma is folytatódott az idősek heti programsorozat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézményben. Víz és szennyvízkezelés az iparban. Nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a Sós Központ. Most pedig következnek a részletek és további híreink. Állásbörzét tartott a Nagykanizsai Járási Hivatal foglalkoztatási osztálya. A jelentkezőket a mai fórumon mintegy 40 kanizsai és környékbeli cég várta. Az érdeklődők több mint 100 munkakör közül választhattak a börzén. Még a megfelelő szakmai önéletrajz megírásában is segítették az álláskeresőket a Nagykanizsai Járási Hivatal dolgozói. A börze fő célja, hogy személyesen is találkozhassanak a vállalatok képviselői és a leendő munkavállalók. Egy munkavállaló akár 5-10 standra is elmehet, és ott érdeklődhet. Sőt, van, aki ugye váltani fog majd, mert azt mondja, hogy ezen a területén az életnek nem találtam munkát, valami más kellene csinálnom. Tehát ezt mindenképpen ki kell használni, ez egy nagyon jó lehetőség ez az állásbörze. A személyes találkozás, ez a kapcsolat mindennél fontosabb. A munkahelyteremtési program sikerének köszönhetően egyre több az álláshely. Így a munkakeresők Nagykanizsán és környékén is válogathatnak a lehetőség. Ebben a térségben is nagy a száma azoknak a munkáltatóknak, akik a gazdasági fejlődés örvendetes eredményeképpen egyre több munkahelyet kínálnak az érdeklődőknek. Viszont vannak olyan munkavállalók is, akik szerencsére úgy egyik szempontból szerencsére, hogy kevesebben vannak, hiszen a gazdasági élénkülés sok új munkahelyet teremtett. A fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt 10 évben körülbelül felére csökkent a Nagykanizsán és környékén élő munkanélküliek száma. A pozitív tendenciának, valamint a fellépő munkaerőhiánynak köszönhetően biztos megélhetést kínáló lehetőségek közül választhattak az álláskeresők. Ebben a térségben 2000 olyan ember él, aki keresi a munkát, és hozzá kell tenni azt, hogy bár ez soknak tűnik, de az előző időszakban 10 évvel ezelőtt, 8-9-10 évvel ezelőtt ez a létszám, ez 4-5 ezer volt. Ez is mutatja azt, hogy az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a foglalkoztatás Magyarországon, és Magyarországon belül természetesen Zala megyében, Dél-Zalában is, Nagykanizsa és környékén. A fórumra kilátogató csak nem 2000 embert, mintegy 40 cég és több mint 100 különböző munkakör várta a HSMK-ban. Jelenleg a Zala megyei foglalkoztatási mutatók az országos átlagnál 2%-kal jobb értéken állnak. Folytatódtak az idősek hete programjai a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézményben. Tegnap az idősek otthona és gondozóházában egy rövid színdarabbal köszöntötték a lakókat. A Kodály utcai nyugdíjas klubban pedig ma délelőtt Hella Ferenc református lelkipásztor tartott előadást az Egy csészetea elnevezésű rendezvényen. A programsorozat harmadik állomása az idősek otthona volt, ahol a Palini iskola drámacsoportja szerzett vidám perceket az otthon lakóinak. Ez a mai nap pedig itt az idősek otthonában a Teleki úton az itt lakókról szól, és hát egy picit az elmúlt 25 esztendőről is, mert hogy ilyenkor egy kis kedves műsor keretében idézik fel, amellett idézik fel az elmúlt éveket, ki mennyi évet tölt el itt a mindennapjaiból. A rendezvényen külön köszöntötték Szabó Máriát, aki már 25 éve él az otthonban. Ezt a kis ajándékot itt mindannyiunk nevében. A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény negyed százada rendezi meg programjait a város idős otthonában és klubjaiban.
szívem szerint ez valahogy közelebb áll hozzám ez az intézmény az idősek napi rendezvények tekintetébe, mert ők itt laknak, itt vannak, és a város vezetése ide jön az otthonukból. És arra utalok, hogy egy zárt közösségben vannak, és az itteni érzések összeadódnak, felerősödnek. Az első település az én szülőfalom, Élmihály falva. Ma délelőtt a Kodály utcai idősek klubjában Hella Ferenc református lelkész mesélt hétköznapjairól, családjáról, lelkészi hivatásáról. Az Egy csésze teja elnevezésű előadásra minden évben a város egy ismert közéleti szereplőjét hívják meg a szervezők. Van egy gyakorlata ennek a csapatnak, így a közösségnek a Kolériuszka vezetőasszony szervezésével, és hát ők vezetik ugye ezt a beszélgetést. Hát minden bizonnyal ugye az, hogy egy lelkésznek az élete hogy néz ki, hogyan éli a mindennapjait, illetve mik azok a gondolatok, amelyek foglalkoztatják a mindennapokban. Az Idősek Hete rendezvénysorozatot ünnepi gálaműsorral zárják pénteken. Nemzetközi víztechnológiai konferenciát tartottak Zalakaroson. A víz- és szennyvízkezelés az iparban elnevezésű tudományos fórumot a Kanizsai Sósernő Víztechnológiai Kutatófejlesztő Központ szervezte. Az immár 5. alkalommal megrendezett konferencián hazai és külföldi kutatók, valamint ipari felhasználók képviselői találkoztak egymással, hogy értékeljék a legújabb eredményeket és megalapozzák azok gyakorlati alkalmazásait. Stratégiai áldozatnak tartja a minisztérium és a kormány is. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a víztechnológiai konferenciát Cseresnyés Péter miniszterhelyettes országgyűlési képviselő. A találkozón 40 ipari szereplő és 10 kutatóintézet egyetem képviselői gyűltek össze, hogy megismerjék és alkalmazzák egymás munkáját, eredményeit a vízminőség javítása érdekében. Sokkal inkább közel kell hozni a valósághoz és a piachoz a kutatásfejlesztési és általában az innovációs megközelítéseket egyik oldalról. Másik oldalról nagyon fontos a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozóknak a minél nagyobb mértékű bevonása ebbe az új típusú gondolkodásba. A vízkészlet, a vízminőség helyzete globális probléma. Ezért fontos minden lépés a javítás útján, a megoldást pedig nem lehet elodázni, nem lehet várni. A helyzet javítása a jelenkor felelőssége. Erre már ma olyan cselekvési elképzeléseket, programokat kell meghirdessünk, amelyben a lakosság, a kormányzati politika, a szakmai szereplők, és mondhatom így egy kicsit a jövőnk közössége olyan irányba tud menni, hogy valóban mindig azt a fajta tisztaságot, amit a Kárpát-medence révén élvezhetünk, azt tudjuk a poharunkba tölteni és elfogyasztani. A magyarországi víztechnológiai kutatások és az innováció nemzetközi rangot vívott ki magának. Ezt jelzi, hogy a konferencia résztvevőinek 20%-a külföldről érkezett. Látnunk kell, hogy van a mi birtokunkban egy olyan szakmai tudás a víz területén, amit nem csak itt a határainkon belül, hanem külföldön is hasznosítani tudunk. Így az azt jelenti, hogy nemzetgazdasági szempontból is nagyon-nagyon fontos az a tudás, ami e területen nekünk a birtokunkban van. A konferencia egyik fő eredménye a kutatás és a felhasználás képviselői közötti kapcsolatok létrejötte volt, melyekből hazai és nemzetközi szinten is profitálhat a vízgazdálkodás. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Negyed évszázada a turistákért. 25 éves a zalakarosi Turinform-iroda. Carte Maximum. Megnyílt az Én Hobbim sorozat legújabb tárlata, ezúttal az ötletgazda gyűjteménye látható. Horgolásterápia. Alkotói folyamat segít a kikapcsolódásban. 25 éves a zalakarosi Turinform-iroda. A fürdővárosba érkezőknek negyed évszázada segítséget nyújtó turisztikai szolgáltatás jubileumát tegnap ünnepelték. Az iroda elsődleges feladata a turisták kiszolgálása, de a helyiek és a környékbeliek is gyakran felkeresik információért. A Karosi Turinform ma már rendezvényszervezéssel, kerékpár bérbeadással is foglalkozik. Minden évben rengetegen látogatnak hozzánk, ugye nyár folyamán inkább a magyar és családos vendégek, az őszi, illetve a tavaszi szezonban a külföldi vendégek is, német, osztrák, cseh, lengyel nyelvterületekről érkeznek hozzánk a legtöbben. Zalakaros polgármesterének
különleges kapcsolata van az irodával. 13 évig voltam az irodának a vezetője, és azt követtem pedig, mint polgármester is a zalakoros életében meghatározó szerepet játszó turizmus miatt fokozott figyelem hárul így a Turinform működésére is, és természetesen azóta is figyelemmel kísérem az ő munkálkodásukat, hiszen azért az ő munkaszervező tevékenységük meghatározó a település életében. A jubileumi ünnepségen oklevelet kaptak mindazok, akik az elmúlt 25 évben az irodát vezették. A Fürdőváros polgármestere pedig átvehette azt a tanúsítványt is, amely bizonyítja, hogy az alakarosi fürdő a 2018-as évfürdője versenyen a második helyezést érte el. Megnyílt az Én Hobbim sorozat kezdeményezőjének kiállítása a HSMK-ban. A Carte Maximum nevű tárlat több okból is különleges. Egyrészt kevesen hódolnak annak a hobbinak, amelyet most megismerhetnek az érdeklődők, másrészt a központ ma már nyugdíjas, korábbi igazgatója Papp Ferenc tárja közszemlére féltve őrzött gyűjteményét. Az Én Hobbim sorozat több mint 15 éves múltra tekint vissza, tematikától és gyűjtőszenvedétől függetlenül nagy népszerűségnek örvend a program. Egyre többen jelentkeznek ilyen hobbigyűjtők, akik szeretnének a külvilág felé is megnyilatkozni, és bemutatni, hogy ők mivel foglalkoznak, mivel töltik szabad idejüket. A Carte Maximum hívei képeslapokon és bélyegeken gyűjtik az azonos témákat, motívumokat. Papp Ferenc szenvedélyéről még a legközelebbi ismerősei közül is kevesen tudtak, pedig már 4 évtizede kezdődött. Kétféle érdeklődési körön van, nagyon foglalkoztatnak a festmények. Részben spanyol, francia, részben pedig a magyar közgyűjteményekből, akár a Nemzeti Galéria vagy a Szép Művészeti Múzeum gyűjteményéből is vannak nagyon szép kárt maximumaim. A másik pedig a virágok. Ott azok közül is kiemelkedik a rózsasorozatom, a világ legszebb rózsái látható 2 lapon. A különleges kiállítás november 6-áig látható a HSMK aulájában. Korrelációk címmel nyílt kiállítás a Rozgonyi Iskola galériájában. A tárlaton Babati Csaba művésztanár egyedi technikával készült alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. Az alkotó egy formabontó megközelítéssel ábrázolja a modern technikával készült szobrokat és azok belsejét. Babati Csaba egyedi látásvilágának és tehetségének köszönhetően az iskola diákjai számára még a fizika törvényeit meghazudtoló nézőpontból is megelevenednek különböző épületek, illetve absztrakt, egymáshoz illeszkedő formák. Szakítanak nyilván a lehetőség szerint a hagyományos szobrászattal, mind a gravitációt küzdik le, mind az átjárhatóságot teszik lehetővé, tehát belebújhatunk a szobor legapróbb részletébe, vagy akár áthatolhatunk egyes objektumokon, és amikor ezek az egyszerűsített absztrakt felületek, gyakorlatilag így is értelmezhetjük, megjelennek, akkor rengeteg képzettársítás is kötődhet hozzájuk. Amennyiben egy-egyet valóban képformában mondjuk rávetítek egy-egy objektumra, akkor meg gyakorlatilag egy annyira különös és eddig szokatlan élményben van nekem alkotónak is, azt gondolom a szemlélőnek is része, ami megfoghatatlan, szokatlan és nagyon érdekessé teszi ezt a fajta irányvonalat a szobrászatnak. Horgolásterápia nyújt kikapcsolódással egybekötött alkotói lehetőséget Nagykanizsán. Az érdeklődők a Svensz Tánciskola külön termében gyűlnek össze, hogy életre keltsék a fonalat. Ez most a 17-től a 23. sorig van. Tehát most jön a másik fele. Most innen fogsz eljutni így. Megcsinálod a tükörképét. Eszter éppen egy babaruhát horgol, ebben Pulai Dorka van segítségére. A fiatal lány szinte már szakértője a fonalból készült alkotásoknak, hobbiját másoknak is szívesen átadja. Nyári táborban ismerkedtem meg vele, szerintem egy 5 éve már biztos, hogy megtanultam horgolni. Hát én az a fajta lány vagyok, aki kicsit stresszesebb, és ha beülök egy órára, nagyon jó érzés, hogy lemegy minden feszültség attól, hogy akár egy virágot meghorgolok, vagy egy ilyen kis állatot, vagy bármit. És nem kell másra gondolom, csak arra, hogy számolok, csinálom a láncszemeket, és tényleg egy nagyon szép dolgot lehet akár egy ilyen lila fonalból is csinálni. A Dorka által elindított horgolásórákra nagy az érdeklődés. A fiataloktól az idősebb korosztályig egyre többen szívesen vesznek fonalat és
horgoló tűt a kezükbe. Mindenképpen így az első alkalommal el szoktam mondani, hogy ez azért, hogyha az ember úgy megszereti a horgolást, akkor, vagy így azonnal szerelembe esik, akkor azért jó sok időt elvesz tőle, úgyhogy a családtagoknak nagyon türelmesnek kell lenniük. Illetve tegnap pont így első alkalommal volt itt egy idősebb hölgy, és egy 3/4 óra után megszólalt, és mondta, hogy most már tudja, hogy miért írtam azt a plakátra, amin hirdettem a horgolás tanfolyamot, vagy a horgolás órát. Most már tudja, hogy miért írtam azt, hogy számolni fogunk, mert hogy hát ugye azokat a készségeket is fejleszti, mert hát tényleg folyamatosan számolni kell, és ehhez hát nem tudunk közben beszélgetni, illetve nem tudunk azért annyira másra odafigyelni, zenét tudunk mellette hallgatni, illetve azért itt nagyon kis vidám közösség alakul ki. A horgolással a figyelem, a türelem és a koncentráció is fejleszthető. Ráadásul különleges játékfigurák, valamint ékszerek, díszek is készülnek a horgolás terápián. Határtalanul kirándultak az alakomári diákok is. Az iskola már 4. alkalommal pályázott sikeresen, a programnak köszönhetően ezúttal egy csaknem 50 fős csapat indult útnak szeptember végén. Beszámoló és értékelő foglalkozást tartottak délelőtt a szlovéniai kirándulásról a zalakomári Somsics Antal általános iskolában. Első világháborús magyar emlékhelyeket kerestek fel a fiatalok tanáraik vezetésével. A 4 napos utazáson jártak például Göntérházán, Muraszombaton és az Isonzó völgyben található magyar katonai emlékhelyeknél is. Maximálisan kapcsolódott a tanulók 7. osztályos történelmi és földrajz tanulmányaihoz, illetve lehetőségünk volt a pályázatból határt lépni Olaszország területén a Doberdó fensíkon, ahol a legáldásabb harcok folytak, tekintettük meg a magyar emlékműveket, itt koszorúzást is végeztünk. A Határtalanul programnak köszönhetően a gyermekek szüleit csupán 5000 forintos önköltség terhelte. A kiránduláson a kisdiákok örökre szóló élményekkel gazdagodtak. Most jártam először külföldön, olyan helyeken jártunk, amikről az iskolában is tanultunk, történelemből és földrajzból is. Az első világháborúhoz köthető helyszínekre látogattunk el. A zalakomári iskola a jövőben is részt vesz a Határtalanul projekt pályázatain, hogy minél több diáknak mutathassa meg az egykori Nagy Magyarország emlékhelyeit, valamint a határon túli magyar lakta településeket. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Állásbörze. Mintegy 2000 érdeklődő vett részt a fórumon, csaknem 40 kanizsai és környékbeli cég, több mint 100 munkaköre várta őket. Színdarab és egy csészetea. Tegnap és ma is folytatódott az idősek heti programsorozat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézményben. Víz és szennyvízkezelés az iparban. Nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a Sós Központ. Ez volt a Kanizsa TV híradója október 18-án csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!